18. fejezet. A 12 év, mely ezekre a gyászos eseményekre következett, folytatta Dinni, életem legboldogabb korszaka volt. Egyedüli gondjaim a kis Catherine apró csöprő betegségeiből származtak, melyen át kellett esnie minden gyermeknek, akár gazdag, akár szegény. Az első 6 hónap után olyan gyorsan nőtt, mint a vörös fenyő, és már járni, sőt beszélni is tudott a maga módján. Mielőtt Linton is sírjen a hanga, másodszor is kivirágzott volna. A legbájosabb teremtés volt, aki valaha fénysugárt hozott egy elátkozott házba. Arca igazi szépség, az önsók nagy fekete szemével, míg arcszínét, finom vonásait, göndör aranyszőke haját a Lintonoktól örökölte. Élénk volt, de minden durvaság nélkül. Szíve érzékeny, s a végletekig fogékony. Rajongásában anyjára emlékeztetett, de mégsem hasonlított rá, mert olyan szelíd is tudott lenni, mint egy galamb. Hangja hízelgő volt, arckifejezése elgondolkodó. Haragja sosem volt dühöngő, szeretete sosem volt szélsőséges, hanem mély és gyengéd. Mégis be kell ismerni, voltak hibái, melyek lerontották ezeket a jó tulajdonságokat. Szemtelenségre és makacságra hajlott, mint az elkényeztetett gyermekek általában, akár jó jellemük, akár nem. Ha valamelyik cseléd neki nem tetszően viselkedett, első szava ez volt: megmondom a papának. De ha megfette az apja akárcsak egy pillantással is, azt hihettük, a szíve szakad meg. Kemény szót talán sosem szólt hozzá. Most már egyedül csak lánya nevelésével foglalkozott, ebben talált szórakozást. A gyermek, hála kíváncsiságának és fejlett értelmének, jó tanítvány volt, gyorsan, szívesen tanult. Apja fáradtsága nem veszett kárba. 13 éves koráig egyszer sem lépte át a kert kapuját egyedül. Nagy ritkán magával vitte őt Linton egy vagy két mérföldnyi távolságra a szabadba, de ilyenkor sosem bízta másra. Gimmerton neve nem jelentett számára semmit. Saját otthonán kívül a kápolna volt az egyedüli épület, melyet ismert. Szelesdomb és Heathcliff nem is léteztek számára. Tökéletes elvonultságban élt, és látszólag teljes megelégedettségben. Néha azonban, mikor a vidéket nézte szobája ablakából, megkérdezte: mennyi idő kell még ahhoz, Ellen, hogy felmehessek egyszer a hegyek tetejére? Mi lehet a másik oldalon? Tenger talán? Nem, Keti kisasszony, csak ugyanolyan hegyek, mint ezek. És milyenek azok az aranyló sziklák, mikor ott állunk alattuk? Kérdezte más alkalommal. Peniston meredek sziklái érdekelték leginkább, különösen mikor a lenyugvó nap ragyogott rajtuk, s a környező hegycsúcsokon, s a vidék többi része árnyékban maradt. Megmagyaráztam, hogy közönséges kövek ezek, melyeknek hasadékaiban alig akad annyi föld, hogy egy csenevészfa megteremjen rajtuk. De miért világosak olyan soká, mikor idelen már rég sötét van? Mert sokkal magasabban vannak, mint mi. Meg sem lehet mászni, olyan magasak és meredekek. Télen ott jelentkezik először a fagy. Még a legforróbb nyárban is találtam havat abban a fekete lyukban, az északkeleti oldalon. Ó, maga volt ott? Kiáltott fel boldogan. Tehát én is elmehetek majd oda, ha nagy leszek. Papa is volt ott, Ellen. Papa majd megmondja, kisasszony, siettem a válasszal, hogy ezeket a sziklákat nem érdemes felkeresni. A láb, ahol néha vele sétál, sokkal szebb. Thrushcross Grange parkja pedig a legszebb hely a világon. De én ismerem a parkot, és nem ismerem a sziklákat, mondotta magában, és úgy szeretnék körülnézni a legmagasabb csúcsról. Mini, az én kis pónim, elvisz majd egyszer oda. Amióta az egyik cseléd a tündérbarlangról beszélt előtte, egyre azon járt az esze, hogy felkeresi ő is. Örökösen ezzel a kéréssel nyaggatta Lintont, míg az végre megígérte, hogy kirándulhat oda, ha idősebb lesz. De Catherine hónapokon számolta a korát,
és mindig ajkán volt a kérdés. Elég nagy vagyok már ahhoz, hogy a Peniston sziklához mehessek. Az odavezető út a szeles domb mellett vitt el. Edgar nem akart arra felé menni, úgyhogy a kislány mindig ezt a választ kapta. Még nem, drágám, még nem. Mondottam már, hogy Heathcliffné még vagy jó 12 évet élt, miután elhagyta férjét. Családjában mindenki törékeny testalkatú volt. Sem ő, sem Edgar nem voltak olyan acélos egészségűek, mint a többi ember ezen a környéken. Nem tudom, milyen betegség vitte a sírba, azt hiszem, mind a ketten hasonló módon haltak meg. Lassú és gyógyíthatatlan lázban, mely ellenállhatatlanul ragadta őket a halál felé. Megírta fivérének, alig ha lesz jó vége 4 hónapja tartó betegeskedésének, és könyörgött neki, látogassa meg, ha teheti. Sok dolgot akart még elintézni vele, búcsút akart venni tőle, és gondjaira akarta bízni a kis Lintont. Azt remélte, a kis Linton fivérénél maradhat úgy, ahogy eddig ő nála volt. Biztosra vette, hogy apja nem akarja neveltetésének terhét magára vállalni. Gazdám egy percig sem vonakodott eleget tenni kérésének. Bármennyire húzódozott egyébként attól, hogy elhagyja házát, sietett válaszolni a hívásra. Catherine-t az én különlegesen éber gondjaimra bízta ez idő alatt, azzal a szigorú parancsal, hogy nem szabad túllépni a park kapuját, még velem sem. Az eszébe sem jutott, hogy kísérő nélkül is ki tud szabadulni. 3 hétig maradt távol. A gondjaimra bízott gyermek 2-3 napig nem mozdult a könyvtár egyik sarkából. Szomorú volt, nem olvasott, nem játszott. Ilyen nyugodt állapotban kevés gondot okozott nekem, később azonban nyugtalan lett és türelmetlen. Nagyon el voltam foglalva, és idős voltam már ahhoz, hogy ugrándozzam vele. Ezért rábíztam, szórakozzék egyedül. Elküldtem, hogy járja be a majort, gyalog vagy pónián. Visszatértekor pedig szívesen meghallgattam valóságos vagy képzelt kalandjait. Nyár derekán voltunk, úgy megkedvelte ezeket a magányos kirándulásokat, hogy néha ebédtől uzsonnáig is odakünn maradt. Este azután előadta történeteit. Nem féltem, hogy túllépi a tiltott határt, hiszen a kapuk általában zárva voltak. Úgy gondoltam, nem fog kimerészkedni, még ha tárva nyitva állana is minden. Sajnos az események bebizonyították, hogy rosszul reménykedtem. Egy reggel 8-kor azzal keresett fel, hogy ő most arab kereskedő, aki át kell karaványával a sivatagon. Adjak neki és állatainak egész napra való élelmet. 1 lóval indul és 3 tevével. Ez utóbbiak megszemélyisítői, egy nagy juhászkutya és 2 vadászeb voltak. Jó sok nyalánságot csomagoltam be neki egy kis kosárba, melyet a nyerek egyik oldalára akasztottam. Lóra pattant, vígan, mint egy tündér, a júliusi nap hevétől széles karimájú kalapja és könnyű fátyol védte. Boldog nevetéssel, ügetve indult, fittyet hányva tanácsaimnak, hogy ne vágtasson, és idejében térjen haza. A kis csintalan nem jött vissza uzsonnára. Az egyik utas, az öreg és kényelmes juhászkutya visszaérkezett, de sem Catherine-t, sem pedig a pónit, sem a másik kutyát nem láttuk sehol. Küldöncöket menesztettem, kit erre, kit arra, később magam is nekivágtam vaktában, hogy megkeressem. Egy paraszt javította a kerítést a major határában. Megkérdeztem, nem látta el fiatal úrnőnket. Láttam őt ma reggel, megkért, vágjak le neki egy mogyoróvesszőt, majd felpattant póniára, keresztül ugratott a sövényen, ahol a legalacsonyabb is elvágtatott. Elképzelheti, milyen lelki állapotban fogadtam ezeket a híreket. Mindjárt arra gondoltam, hogy a Peniston sziklák felé kell keresnem. Mi történhetett vele? Kiáltottam fel kétségbe esetten, amikor átbújtam a résen, melyet az ember javított. Elértem az országutat, és úgy siettem, mintha fizetnének minden mérföldért. Az egyik út kanyarulatában feltűnt szeles domb. De Catherine-t nem láttam sem a közelben, sem a távolban.
A sziklák másfél mérföldnyire lehettek Heathcliff házától, mely maga is 4 mérföldnyire fekszik Thrushcross Grange-től. Úgyhogy attól tartottam, nem érek oda besötétedés előtt. Hát, ha leesett, mikor fel akart mászni, gondoltam. Talán meg is halt, vagy csontját törte. Félelmem egyre növekedett, és végül már boldog megkönnyebbülést éreztem, mikor a tanya mellett elhaladtomban megpillantottam Charlie-t, a legvadabb vadászkutyát, amint dagadt fejjel, vérzőfüllel egy ablak alatt feküdt. Kinyitottam a kerti kaput, és vadul dörömbölni kezdtem a ház ajtaján. Az asszonyt, aki ajtót nyitott, ismertem Gimmertonból. Most is itt szolgált, Earnshaw halála óta. Úgy, mondotta. Hát a kisasszonykáért jött. Ne nyugtalankodjék, itt van, nincs semmi baja. Jaj, de jó, hogy nem a gazda jött meg. Hát nincs itthon, kérdeztem a hosszú úttól és a megerőltető gyaloglástól lihegve. Nincs, elment Joseph-fel együtt, és nem hiszem, hogy egy órán belül visszatér. Jöjjön be és pihenjen le egy kissé. Beléptem, és ott találtam az én eltévedt báránykámat a kandalló előtt, abban a kis karosszékben, mely anyjáé volt gyermekkorában. Kalapját szegre akasztotta, és egészen otthon érezte magát. Az elképzelhető legjobb hangulatban nevetett és fecsegett Haretonnak, aki már 18 éves fejlett és tagba szakadt fickó volt, és kíváncsiságtól, csodálkozástól távra nyílt szemmel hallgatta, mit sem értvén kérdéseinek és megjegyzéseinek özönéből, melyel elárasztotta. Úgy-úgy, kisasszony, kiáltottam, és haragos arc alá rejtettem örömömet. Papa visszatértéig ez volt az utolsó sétalovaglása. Sosem engedem meg többé, hogy átlépje a küszöböt maga, rossz kislány. Ha-ha, Ellen, kiáltott vígan, és hozzám szaladt. Szép történetet fogok ma elmesélni. Hogyan akadt rám? Volt már itt valaha? Vegye fel a kalapját, és induljon rögtön, mondottam. Nagyon haragszom magára, Keti kisasszony, nagyon csúnyán viselkedett. Csak ne durcáskodjék, és ne sírjon itt nekem. Ezzel nem teszi jóvá, hogy annyit kellett maga után szaladgálnom szerte az egész környékben. Ha arra gondolok, milyen szigorúan megtiltotta Linton úr, hogy kiengedjem, és hogy megszökött mégis, ezzel bebizonyította, hogy olyan ravasz, mint egy kis róka, és senki sem fog többé bízni magában. Mit tettem hát? Kérdezte könnyek között, hirtelen lelohadva. Papa nem tiltott meg nekem semmit. Ő nem fog összeszidni Ellen. Ő sosem veszekszik velem, mint maga. Gyorsan, mondtam. Megkötöm a szalagját. Ennyien, nyughasson már. Milyen szégyen. 13 éves és úgy viselkedik, mint egy kisbaba. Azért szóltam így rá, mert földhöz vágta a kalapját, és a kandalló elé menekült kezem ügyéből. Ugyan, mondotta az asszony. De legyen már ilyen szigorú ehhez az aranyos kisasszonyhoz, Dinné. Mi tartottuk őt vissza? Megállás nélkül akar tovább menni, hogy maga ne nyugtalankodjék. Hareton felajánlotta neki, hogy elkíséri, és azt hiszem helyesen, mert a hegyi út elég veszélyes. E beszélgetés közben Hareton zsebre vágott kézzel áldogált. Félszegségében meg sem tudott szólalni. Mégis úgy látszott, nem igen volt ínyére betolakodásom. Mennyi ideig várjak még? Folytattam, ügyet sem vetve az asszony közbeszólására. 10 perc múlva egészen besötétedik. Hol van a pónia, Keti kisasszony? És hol van Főnix? Itt hagyom, ha nem siet, és akkor csinálhat, amit akar. A póni az udvarban van, és Főnixet is oda zárták. Megharapta egy kutya, és Charlie-t is. Épp el akartam mondani magának, de ha ilyen mérges, nem érdemli meg, hogy meséljek. Felvettem kalapját, és hozzáléptem, hogy ráadjam. Ő azonban látván, hogy a házbeliek pártját fogják, elkezdett körbe szaladni a szobában. Utána eredtem, de úgy futott, mint egy kisegér. Ráugrott a bútorokra, alattuk bújt át, vagy mögéjük rejtőzött, és ezzel üldözésemet nevetségessé tette. Hareton és az asszony hahotáztak. Ő is velük nevetett, és még szemtelenebb lett. Végül komolyan megharagudtam, és így kiáltottam rá.
Bizony, Keti kisasszony, ha tudná, ki ez a ház, menekülne belőle. A maga atyáé, ugye? Fordult Haretonhoz. Nem, felelte az lehajtott fejjel, és szégyellősen elpirult. Nem tudta nyugodtan elviselni Ketrin pillantását, noha annak szeme épp olyan volt, mint az övé. Hát akkor kié? A gazdájáé? Még inkább elpirult, de most már másokból, majd magában szitkozódva hátat fordított. Ki az ő gazdája? Folytatta a tapintatlan kislány. A mi házunkról beszélt, és a mi embereinkről, azt hittem a tulajdonos fia. Hisz sosem szólított kisasszonynak, pedig, ugye, így kellett volna tennie, ha cseléd. Erre a gyerekes beszédre Hareton úgy elsötétült, mint egy viharfelhő. Szó nélkül megragadtam a kislányt, és végre fel tudtam öltöztetni, úgyhogy indulhattunk. Most pedig menjen, és vezesse elő a lovamat. Fordult ismeretlen rokonához, akivel úgy beszélt, mint egy kis lovász gyerekkel Trash Cross Grange-ben. De azért maga velem jöhet ellen. Szeretném látni azt a helyet, ahol a bűvös vadász megjelenik a mocsárban. Azon kívül tündérregékből is szeretnék még néhány részletet hallani. De siessen. Mi az? Mondottam már, hogy menjen és vezesse elő a lovamat. Előbb jutsz a pokolra, mint hogy én az inasod legyek, dörmögte a fiú. Hová jutok? Mit mondott? Kérdezte Ketrin megütközéssel. A pokolba, szemtelen fruska. No, Keti kisasszony, most láthatja, milyen szép társaságba keveredett, szakítottam félbe. Szép szavakat használ egy fiatal lány előtt. Kérem, ne kezdjen vitatkozni vele. Jöjjön, keressük meg Minit, mi magunk, és induljunk. De Ellen, kiáltott felámultan, hogyan merő így beszélni velem? Nem lehetne kényszeríteni, hogy megtegye, amire kértem? Vagy megmondom a papának, hogy mit beszél. Na, mozogj már! Hareton úgy látszik, nem ijedt meg ettől a fenyegetéstől. Erre sírva fakadt méltatlankodásában. Vezesse elő a pónit, fordult az asszonyhoz, és eressze ki a kutyámat, de rögtön. Csak csendesen, kisasszony, felelte a cseléd. Senkinek sem árt vele, ha udvariasabb. Hareton úr nem fia ugyan a gazdának, de magának unokatestvére. Ami pedig engem illet, nem azért fizetnek, hogy magát kiszolgálja. Ő az én unokatestvérem, fakadt ki Keti megvetéssel. Bizony, felelte a leckésztető. Ó, Ellen, ne engedje, hogy ilyeneket mondjon, folytatta mélységes zavarában. Papa most ment el az unokatestvéremért Londonba. Az az én unokatestvérem, egy úriember fia. Ez nem. Elhallgatott és keservesen sírva fakadt. Annyira feldúlta a gondolat, hogy ilyen vadóca rokona lehet. Csit-csit, suttogtam. Sok unokatestvére lehet valakinek, Keti kisasszony. És különböző rendű rangú. Ettől még nem esik baja senkinek. Majd vigyázni fog, hogy elkerülje kellemetlen és rosszul nevelt rokonait. Ez nem az én unokatestvérem Ellen, folytatta kétségbeesésében, mely még inkább növekedett, mikor elgondolkodott a hallottakon. Karjaim közé vetette magát, hogy így találjon oltalmat e gondolat ellen. Nagyon haragudtam rá is az asszonyra, miért mindketten elszólták magukat. Nem kételkedtem abban, hogy Linton érkezésének híre, melyet Keti kikottyantott, Heathcliff fülébe is eljut. Azt is tudtam, hogy a kislány első dolga lesz megkérdezni apjától, mi igaz abból, amit a cseléd erről a faragatlan rokonról mondott. Hareton miután magához tért felháborodásából, hogy szolgának nézték, megsajnálta a kétségbe esett Ketrint. Megkereste a pónit, a kapu elé vezette, és hogy kibékítse Keti kisasszonyt, előszedett a vacokról egy helyesen kis görbelábú terriert. Kezébe adta, és megkérte, ne sírjon, hiszen nem akart rosszat. Keti abba hagyta a sírást, félelemmel és borzadással vegyes pillantást vetett a fiúra, majd ismét sírva fakadt. Alig tudtam elnyomni egy mosolyt ellenszenve láttán, melyet a szegény fiú iránt érzett. Aki pedig jónövésű, tagba szakadt,
erőtől, egészségtől duzzadó legény volt, és kellemes arcvonású. Egyedül csak öltözéke csúfította el, mely mindennapi munkájához illett. Tanyai teendőkhöz, lápikószálásokhoz, mezei nyúl és egyéb vad kergetéséhez. Mégis úgy láttam, hogy arcáról jobb és magasabb erények ígérete sugárzott, mint amilyenekkel apja bírt. A jó magva kifejlődését elnyomta a burjánzó dudva, mely pillanatnyilag erősebb volt, de gazdag és dús televényt sejtettem itt, mely más és kedvezőbb körülmények között bő aratást nyújthat majd. Azt hiszem, Heathcliff nem igen sanyargatta őt testileg. Kemény természetű volt, nem igen fogott volna rajta az ilyen bánásmód. Hiányzott belőle az a riadt érzékenység, mely élvezetessé tehette volna a kínzásokat Heathcliff számára. Rossz indulatát inkább úgy elégítette ki, hogy vadócnak nevelte. Sosem tanították meg írni vagy olvasni. Sosem rótták meg rossz szokásaiért, ha csak magának, eltartójának nem volt velük terhére. Sosem próbálták előbbre vinni az erény útján, nem tiltották el semmi rossztól. Amint hallottam, Joseph nagyban hozzájárult félreneveléséhez, mégpedig téves engedékenységével, melyel a fiúnak, mint a régi család fejének hízelegni és kedvében járni igyekezett. Catherine-t és Heathcliff-et mindig azzal vádolt a gyermekkorukban, hogy megbotránkoztató viselkedésükkel végső próbára teszik gazdája türelmét, és ezzel kényszerítik arra, hogy az italban lejjen vigaszt. Most viszont Hareton válláról arra hárította minden hibát, aki javait birtokolta. Bármennyit káromkodott Hareton, és bármilyen elítélendően viselkedett, Joseph óvakodott meg róni őt ezért. Úgy látszott, mintha örömetelnék benne, hogy mind lejjebb süllyed a rosszban. Elismerte, hogy a fiút elzüllesztették, s lelkére kárhozat vár, de úgy gondolta, hogy mindezért Heathcliff-et terheli a felelősség. Tőle fogják számon kérni a lélek elvesztét. Ebben a gondolatban végtelen nagy vigaszt talált. Joseph beoltotta Haretonba a név és származás gőgjét. Ha merte volna, még a gyűlöletet is felébresztette volna benne a jelenlegi tulajdonos iránt, de ez utóbbitől szinte babonásan félt már, és így érzelmeit csak alig hallható célzásokba merte kifejezni, valamint abban, hogy lelkeméjén a gondviselés büntető bosszúját idézte fejére. Nem állítom, hogy teljesen tisztában voltam az életmóddal, melyet ez idő tájt szeles dombon folytattak. Csak hallomásból értesültem egyes dolgokról. Magam kevés eseménynek lehettem szemtanúja. A falusiak elbeszéléseiből annyit megtudhattunk, hogy Heathcliff nagyon szűkmarkú a tanyásokkal, pedig szigorúan, sőt durván bánik. A ház azonban asszonyi vezetés alatt ismét visszanyerte régi kényelmét. Többé nem ismétlődhettek meg azok a jelenetek, melyek Hindley idejében mindennaposak voltak. A gazda túlságosan sötét kedvében volt ahhoz, hogy mások társaságát keresse, akár jó, akár rossz lett volna az. Egyébként most is ilyen. Mindez azonban nem viszi előre történetemet. Kéti kisasszony visszautasította a béke zálogaként felajánlott terriert, és a saját kutyáit követelte, Charlie-t és Phoenix-et. Sántítva, lehorgasztott fejjel kullogtak azok elő, és mindketten igen rossz hangulatban vágtunk neki a hazafelé vezető útnak. Nem tudtam rávenni fiatal úrnőmet, hogy mesélje el, mint töltötte a napját. Annyit azonban sejtettem, és ezt ő maga is megerősítette, hogy zarándoklatának célja Peniston sziklája volt. Minden különösebb kaland nélkül érte el a tanya bejáratát, épp akkor, mikor Hareton kilépett a kapun, s négy lábú kísérői megtámadták Keti kíséretét. Heves csata fejlődött ki a két ellenfél között, mielőtt még gazdáik szétválaszthatták volna őket. Így ismerkedtek meg egymással. Catherine megmondta Haretonnak, kicsoda ő és hová készül. Majd kérte, mutassa meg az utat. Végül annyira megbobonászta Haretont, hogy az mellé is szegődött. Felfedte előtte a tündérbarlang, és még vagy 20 más hasonló helytitkát. Kegyvesztett létemre azonban nem részesülhettem azoknak a dolgoknak leírásában, melyeket a kislány útján tapasztalt. Annyit mégis kitalálhattam, hogy kísérője nagy kegyben állt nála mindaddig, míg meg nem sértette őt azzal, hogy szolgaként kezelte,
s míg a háziasszony a sértés viszonzásaként unokatestvérének nem mondta Háretont. Különösen a szívére vette a fiú durva szavait. Őt, aki Trash Cross Grange-ben szerelmem, drágám, kiskirályném, angyalom volt mindenki számára, ilyen durván megsértette egy idegen. Ez nem ment a fejébe, és csak nagy nehezen tudtam rávenni, hogy ne közölje sérelmeit apjával. Megmagyaráztam neki, hogy Linton megneheztelne, ha tudomására jutna, hogy lánya ott járt. Különösen azt hangsúlyoztam, hogy ha elárulja hanyagságomat apja rendelkezéseivel szemben, talán el is kell távoznom. Ezt nem tudta elviselni Keti. Szavát adta, és meg is tartotta az én kedvemért, hisz végül is jó kislány volt.